Az ELTE Szavária Egyetemi Központ vizuális művészeti tanszékének 11 képalkotás szakos hallgatója mutatja be diplomamunkáját az MMIK-ban online megnyitott kiállításon. Az ELTÁV című tárlatot egyelőre a tanszék YouTube csatornáján közzétett videó összeállításból lehet megismerni, amelyben az alkotók röviden beszélnek is műveikről. Készült olajfestmény, absztrakt fotó, logóterv, mesekönyv illusztráció is. A művek egy része társadalmi problémákra reflektál, mint például az internetes zaklatás vagy a homoszexuálisokat érő hátrányok. A graffitivel kombinált vallási témájú mű pedig a kiveszőben lévő értékekre irányítja rá a figyelmet.